És itt a hosszú hajszálak technikájával, azaz mindig egy picit arrébb megyünk, és úgy húzogatjuk a vonalakat. Jöhetünk a másik oldalról is. Itt kell egy jó sűrű alap, és akkor ebbe lehet majd belehúzni pár erősebb, sötétebb hajszálat. És itt a két világos folt között kell még sötétíteni, tehát ott azért van egy jó kis tónusugrás. Ráadásul, hogyha ezt megcsináljuk, akkor a világos foltok, ugye itt, meg itt sokkal jobban ki fognak jönni, szinte ki fognak ugrani, de az itt a kettő között kell egy sötétebb tónusnak megjelennie. Még az ötbe is behúzok párat, de már kezd eltompolni ez a ceruza. Ezt most mindjárt ki is fogom egyezni. Már tompul, akkor már elkezd ilyen vastagabb szálakat húzni, az pedig nem jó. Itt ennek a résznek ugye az a mintázata, hogy kicsit sötétebb, mint ezek a tincsek, és ilyen sűrű és egyenletes. Tényleg csak annyi a feladat, hogy vonalkázzuk be. Még egy dologgal tehetjük változatosabbá, azaz természetesebbé ezeket a hajtincseket, hogy azt is váltogatjuk, hogy gyorsan vagy lassan húzzuk. Tehát lehet lassan is húzni egy pár szálat, és lehet ugye gyorsan, ahogy eddig csináltam. Következzen akkor ez a hajtincs, ami még innen hiányzik. Ennek az a jellegzetessége, hogy ezen a részen ritkásabb, világosabb, itt pedig sűrűbb, sötétebb, de kisebb.